Üdvözlet mindenkinek! Egy nagyon hasznos dolgot szeretném megosztani. Egy olyan módszerről van szó, amellyel bizonyítottan 40 ponttal képes bárki tartósan megnövelni az intelligencia hányadását. Ennek a módszernek a kifejlesztője nem más volt, mint az intelligencia és a kreatív probléma megoldás egyik legelismertebb szakértője, dr. Winwinger. És egy olyan módszerről van szó, amelyhez igazából nem kell szótárnyi tudományos kifejezéseket megtanulni, vagy bármiféle bonyolult nyakatekert mutatványt végrehajtani. Igazából az egész egy olyan tevékenységre épül, amit mindenki tud csinálni, sőt mindenki napi szinten csinál is. Ez nem más, mint az, ami ellen, amikor gyerekek voltunk, a körülöttünk lévő felnőttek óva intettek ez ellen, ez pedig nem más, mint az éberálmodozás. Amikor elkalandozik a figyelmünk, akkor a fejünkben mentális képeket látunk. Ez egy jobb agyféltekés tevékenység, és nagyon gyakran előfordul akkor is, amikor nincs is róla tudomásunk. Tehát ezért egy tudatalatti tevékenység nagyon gyakran ez az éberálmodozás. Na már most másik nagyon fontos alapvető agyi tevékenység, az pedig a leírás. A leírás az egy balagyféltekés tevékenység, amelyhez struktúrálni kell, sorba kell rendezni az eseményeket, történéseket, gondolatokat az agyunkban, ahhoz, hogy szavakkal, vagy szóban, vagy írásban el tudjuk mondani őket. Ha ezt a két tevékenységet, a leírást és a éberálmodozást kombináljuk, akkor kapcsolatot tudunk létesíteni a jobb és a balagyféltekén között. Ezáltal idegi kapcsolatok jönnek létre a két agyfélteke között, és sokkal hatékonyabban, szinkronizáltan tud működni a két agyféltekünk. Mi az a módszer, amiről beszélünk az intelligencia hányados növelésére? Winwinger ezt úgy nevezte el ezt a módszert, hogy képáramoltatás, ami a következő egyszerű folyamatot jelenti. Első lépés, be kell csukni a szemünket. Becsukjuk a szemünket, és megfigyeljük azokat a mentális képeket, amelyek felvillannak az agyunkban. Függetlenül attól, tehát nem számít, hogy mennyire homályosak vagy véletlenszerűek ezek a képek, a lényeg az, hogy megfigyeljük ezeket, és ami a második lépés, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy hangosan kimondjuk azt, hogy mit látunk a fejünkben. Nagyon-nagyon fontos, hogy kimondjuk, mit látunk a fejünkben, illetve minden olyat, ami érzékszervi tapasztalásnak tűnik, tehát amit hallunk, amit érzünk, amellett, hogy amit látunk képeket, ezeket mondjuk ki hangosan. Hogyha nem mondjuk ki hangosan, akkor igazából akár el is aludhatnánk, viszont hogyha kimondjuk ezeket a szavakat hangosan, kimondjuk azokat a képeket, amiket látunk, hangosan leírjuk őket, akkor az egész testünk, az agyunk is, meg a testünk is részt vesz a folyamatban, és ez egy nagyon erőteljes kapcsolatot létesít a jobb és a bal agyféltekék között. Ezt a tevékenységet napi 5 percen keresztül végezzük, 5-10 perc, ami javasolt, és garantáltan nagyon rövid idő alatt jelentős intelligenciahányadásbeli növekedés lesz tapasztalható, ugyanis ennek a módszernek az eredményeképpen ezt gyakoroljuk minden nap, akkor sokkal, de sokkal, de sokkal hatékonyabban fogunk hozzájutni a tudatalattinkban lévő gigantikus, elképesztő tudás és információ mennyiséghez. Ezt szerettem volna megosztani, további szép napot kívánok mindenkinek!